A 2020-as esztendő legelső kaleidoszkópját látják, jó estét kívánok! Ebben az évben is várom Önöket a város kulturális eseményeivel. A mai adásban egy kicsit visszatekintünk 2019 végére. Lássuk, miről lesz szó. Csillagszóró címmel rendeztek adventi műsort az Olvasóban. Gerendás Péter volt az M&M zenei klub vendége. Most is tele volt ünneplőkkel a nagy parkoló. Kezdjük 2019-el. Karácsony előtt hagyományosan rendeznek egy nagyszabású programot az Olvasóban, a Csillagszórót. Az Ózdi Művelődési Intézmények így köszöni meg a közönségnek azt, hogy egész évben részt vettek a rendezvényeken, és ez a karácsonyi ajándékuk is. Lássunk először erről egy összeállítást. Csillagszóró címmel rendeztek adventi műsort az Olvasóban. A karácsonyváró rendezvénynek már hagyománya van városunkban. A különböző művészeti csoportok ilyenkor színes produkciókkal kápráztatják el az érdeklődőket. A repertoár ebben az évben is változatos volt, hiszen a kilátogatók számos irodalmi művet hallhattak és zenés-táncos koreográfiát láthattak. Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hála ének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumba a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság istenének, mintha itt lenn a nagyisten szent kegyelme súgna, szállna. Az én kedves kis falumban, minden szívben csak szeretet lakik máma. Elsőként Ady Endre Karácsonyi Rege című költeménye hangzott el az Olvasó Színház termében Vámosiné Kovács Ilona előadásában. Az idei Csillagszórón is papné Szalka Magdolna, az Ózdi Művelődési Intézmények igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd a színpad ismét a fellépőké lett. A Perdülő Nagyik Palotást táncoltak. Őket az Erika Seed Dance School and Company táncosai követték, több produkciót is előadtak. Just
Az ECDS tánciskola diákjai után az Erkel Ferenc Zeneiskola társas tánc csoportja lépett fel. Ők is több koreográfiát hoztak, majd Levora Sándorné énekelt a közönségnek. Az első felvonást Balogh Rudolf prímás zárta, aki hegedű játékával sokak szemébe könnyeket csalt. A második felvonást ismét egy költemény nyitotta, Szalay Anikó szavalt a közönségnek. A szeretet eljön, vár és hív téged, rongyos istálóban, égi reménnyel, csak tárd ki a szíved. Kopogtat rajta, nincsen palotája, kopott a pajta, de mégis ragyog. Benned és általad, mert boldogságot hoz az Isten fia. A szeretet eljön, sóvárogsz érte, kiüresedett az emberi lélek, csillogó, villogó a tarka díszlet, ám magányba süllyed a modern élet, mert Isten nélkül senki vagy. Nem érzed? Ő, ki átölel, megbocsátva vétked, a szeretet, ő maga, a kegyelem. Aztán ismét a mozgásé volt a főszerep. Az AME Kultúrhíd Egyesület modern tánc csoportjának tagjai mutattak be több produkciót is. A
kis táncosokat a füredi házas pár követte, akik főleg duetteket énekeltek, majd következett az Ózdi Városi Vegyeskar. A csoport tagjai több karácsonyi dalt is előadtak. Az Olvasó ingyenes ünnepi műsorára idén is sokan voltak kíváncsiak, főként a nyugdíjas korosztály képviseltette magát. A gálát ebben az esztendőben az Ómi Zenés Színház fiatal tehetségei zárták, akik több dalt adtak elő. Hűséges társad, úgy lennék én, ha kell, mint álék, szegődnék melléd, mint néma testünk. Liszt Ferenc díjas zeneszerző, előadó művész, szövegíró, de volt már az év zeneszerzője és énekese is. Gerendás Péterről beszélünk, aki nemrég az Ózdi Muzeális Gyűjtemény vendégeként retro dalokkal bűvölte el a közönséget. Ez volt a tavalyi év utolsó zenei klubja. Újabb Olá Ferenc gitárjátékával vette kezdetét a 2019-es esztendő utolsó Museum and Music zenei klubja az Ózdi Muzeális Gyűjteményben. A közönség flamenco és rumba dallamokat hallhatott, az előadó néhány éve foglalkozik a zene ezen ágával. Olá Zsolt, a múzeum vezetője szerint ezek az alkalmak fontosak, hiszen az ilyen intézményeknek már nem csak a múlt bemutatása a feladatuk. Viszonylag hosszú múltra tekintenek vissza itt a múzeumban a zenei klubok, ugye az MNM zenei klubok.
Miért gondoltátok úgy az elején, hogy ezt el kell indítani, hogy kell valami más is, ami bevonza az embereket a múzeumba? Hát azért gondoltuk, ugye, hogy 2016 nyarán újra nyitott a múzeum, ugye szépen megújulva az épület is, mivel azt kell mondjam, hogy ez egy országos tendencia. Ugye volt szerencsém, már talán elmondtam, részt venni egy múzeum menedzser képzésen, ahol ugye több múzeumvezetővel, több mint 50-en jártunk erre az oktatásra, és hát ott leszűrt tapasztalat alapján is láttam, hogy akkor mi már ezt elkezdtük, hogy jó irányba indultunk el, hogy manapság országos tendencia ez, hogy a múzeumok próbálnak más jellegű programokat is szervezni, hogy a célja az, hogy más közönség réteget fogjunk meg, és hozzuk el őket a múzeumba. Mit gondolsz, sikerül ez ezekkel a koncertekkel? Hát eddig úgy néz ki, hogy sikerül, mert mondhatjuk, hogy a rendezvények maguk sikeresek, és hát próbáljuk mi is úgy összeállítani a programot, hogy azért valamennyire passzoljon ugye legalábbis a város történethez. Elsősorban a helyi előadók voltak ugye eddig a klubban, és hát abból is a zenei rész az mindig egy ilyen úgymond finomabb irányt vesz, akusztikus koncertek, ugye, manapság ezek divatok, csak ilyenek voltak nálunk, és hát volt itt népzene, táncház is, úgyhogy próbálunk mindent összekötni nagyobb rendezvényekkel, ez az irány talán eddig jól működik. Legutóbb Gerendás Péter járt ugye itt a múzeum falai között. Miért őt gondoltátok, hogy meg kéne hívni? Hogy sikerült ez a koncert? Milyen volt a visszajelzés? Hát ez is ugye egy kialakult, úgymond kapcsolatrendszernek köszönhető, hogy ismertebb, először szerepelt nálunk úgymond egy ilyen ismert előadó, egy Liszt Ferenc díjas és a több nagy díjjal kitüntetett előadó művész, és hát a maga koncert része az úgy jött, hogy volt lehetőségünk most az OMI segítségével ide egy ismertebb előadót hívni, ő rá esett a választás, és ez nagyon jól döntöttünk, úgy gondolom, hiszen egy szuper hangulatú estet kaptunk tőle egy karácsony estére. Mit gondolsz, a közönség mit szeret jobban? Milyen stílust preferál, vagy mi volt az, ami eddig leginkább tetszett nekik? Hát ha már múzeum, úgy mondom, akkor nyilván talán itt is kérdezni nálunk, jobban szeretik a hagyományosabb, ugye a nosztalgikusabb a zenét, a mi közönségünk, a múzeumban járó közönség, de hát mint mondtam, más közönségréteget is bevonzunk, hiszen például Gerendás Péter, ugye a kortárs, Máté Péter és kortársai dalokkal jött, és hát azokat pedig mindenki ismeri, úgyhogy talán ezek, de hát volt már olyan ugye népzenei előadás, amire nagy érdeklődés volt, ugye, úgyhogy hát mi próbálunk a kisebb volumenű rendezvények irányába indulni, bár jövőbeli terveink között szerepel az, hogy ugye a zenélő múzeumkertet, ami volt már egyszer-kétszer talán gyakrabban megrendezünk, meg ha lesz rá lehetőség, de hát a múzeumban továbbra is a kisebb volumenű dolgok fognak majd történni. Nagyobb volumenű koncertekre van a városban egy több lehetőség, több rendezvény, úgyhogy nálunk ezek maradnak. Most a Liszt Ferenc díjas zeneszerző, előadó művész, szövegíró látogatott el a múzeumba, Gerendás Péter. Már rögtön az első dalban megénekeltette a közönséget. Az eső felszállít, úgy sem tudom. A szelet megfordít, úgy sem. Yeah.
Azért vannak a jó barátok. Gerendás Péter, Máté Péter és kortársai zenéjét hozta el az Ózdiaknak, akik bátran belevetették magukat az önfelett éneklésbe és szórakozásba. Egy kis patak mindig rohan, s egyre csak énekel. Egy sziklafal útjába áll, s a dalnak így vége lett. Én is így lettem néma víztükön, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már a nap sem tündököl, csak ha újra megjönnél. Elmegyek, felcsendült például az Elmegyek, de egy-egy népdal egyedi feldolgozása is. Azonban Gerendás Péter saját dalai közül is hozott az ózdi közönségnek. Eljátszotta például a Hogyha elhagyod otthonod című szerzeményét. Mikor a tenger morajt aló, s olyan tiszta kép, mikor a fenségre felépsz, összefolyik a víz az ég, annyi kincset hordott a hátán, a szemérmes büszke föl. Féltéken kopárholnak, csak a felet ündököl. Mikor a Notre-Dame harangja kísér, a harmonika szól, s a Champs-Élysées már korán kinyit, a kedvenc kávézód, de mégis valami hiányzik, talán a jó öreg nagy körül, vagy az ölelő margi szigeten. Az a régi artézi kúr, hogyha elhagyod otthonod, ahová születtél, tegyél nyilván a földet, az útra eddig él, hogyha elhagyod otthonod.
És végezetül nem maradhattak el a karácsonyi dalok sem. John Lennon So This Is Christmas-ével búcsúzott. So this is Christmas. Tavaly is rengetegen összegyűltek a városi nagyparkolóban, hogy elbúcsúztassák a 2019-es esztendőt. Már 6. alkalommal tartottak városi szilvesztert, a bulizókat idén is retro diszkó várta. De hogy az év utolsó napjához milyen hagyományok kapcsolódnak, arra is fény derül. Régmúltra tekint vissza az a hagyomány, hogy az év utolsó napját bulizással töltsük el. Már az ókori egyiptomiak és mezopotámiaiak is tartottak óév búcsúztató, új év köszöntő ünnepségeket. A magyar népi szokásvilágban is megjelenik a szilveszter, több hagyomány is kötődik hozzá. Ilyen például, hogy az év utolsó napján éjfél körül lármáztak, csörömpöltek, de jellemző volt a téltemetés is, az óévet jelképező bábú elégetése. Ilyenkor Európa szerte virslit és lencsét esznek, és pezsgőt isznak, ezzel kocintanak éjfélkor. Sokan ígéreteket is tesznek az új évre maguknak, azonban akiket megkérdeztünk, nem fogadkoztak. Az évem ez jól sikerült, azt mondom, hogy nem mondhatok rosszat, szerintem ettől jobb évem ne legyen. Vagy legyen, bocs, ettől jobb év lehet, de rosszabb ne legyen. És vannak valami újévi fogadalmak esetleg? Nem szoktam újévi fogadalmat, de most próbálok egy kicsit majd valamit változtatni az egészen. Az életet egy kicsit megváltoztatni, vagy szebbé tenni. Az új évtől egy kicsit jobb volt, mint a múlt évtől, úgyhogy reméljük, hogy így is lesz. Fogadalmakat nem teszek, mert úgyse tudom betartani. Volt benne jó és rossz is, úgyis csak a jóra fogok emlékezni, a régit meg a rosszat elfelejtjük. Ózdon 2019-ben is a nagy parkolóban tartották a városi szilvesztert, ahogy az ezt megelőző 5 évben. Most is retro diszkó várta a bulizni vágyókat, a terület szinte teljesen megtelt. Éjfél előtt néhány perccel Farkas Péter Barnabás alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket és búcsúztatta az óévet. Majd az ilyenkor elmaradhatatlan tűzi játékban gyönyörködhettek a szilveszterezők. Végezetül tekintsünk a jövőbe. A Magyar Kultúra Napján országszerte elismerik azokat a személyeket, csoportokat, akik sokat tesznek egy-egy település kulturális életéért. Ez Ózdon is így van. Először 2013-ban adományozták oda a művelődésért kitüntető díjat. Idén is várják még a felterjesztéseket.
Ez Demes Ferenc képző és iparművész alkotása, a MAG. Az Ózdi Városi Televízió 2016-ban kapta meg az Ómi Igazgató Tanácsa által megalapított a Művelődésért díjat kultúrapártolás mecenatúra kategóriában. Abban az évben kulturális aktivitás kategóriában Döbör Istvánnét, a Lajos Árpád honismereti kör vezetőjét ismerték el. Minden évben 2012 óta ebben a két kategóriában lehet felterjesztéseket tenni a díjra. Idén a határidő január 10-e, jelölni kizárólag az erre a célra létrehozott, az olvasó honlapjáról letöltött formanyomtatványon lehet. Most pedig nézzünk meg egy összeállítást az eddigi díjazottakról. Most pedig nézzük, milyen programok várnak ránk a következő időszakban. Filmvetítéssel kezdődik az Éva Nemzeti Filmtörténeti Élményparkban. Január 9-én este 7 órától egy svéd-dán-norvég együttműködéssel készült filmet, a Lavinát láthatják. A játékfilm megtekintéséhez előzetes bejelentkezés szükséges. Január 12-én vasárnap az 1943-as Don Kanyari áttörés évfordulóján megemlékezést tartanak a Szent Simoni templomban és annak kertjében. Az első és második világháború áldozatainak emlékére 5 órától Szent Misét celebrál Szőke Gábor plébános, 17:30 pedig emlékműsor következik, amelyen beszédet mond Farkas Péter Barnabás alpolgármester és Kelló Némezőtúri Márta területi képviselő. Ringató a Városi Könyvtár gyermekkuckójában január 15-én délelőtt 9:30-tól. A program a családon belüli zenei nevelésre helyezi a hangsúlyt. Köszönöm, hogy idén is velünk tartanak. Ez volt mára a Kaleidoszkóp. Ha visszanéznék adásainkat, most is megtehetik televíziónk honlapján vagy YouTube csatornánkon. Észrevételeiket is szívesen fogadjuk. További kellemes estét kívánok kedves nézőinknek, viszontlátásra!